Cvetka Greifüner Liechtensteinből érkezett a szabadkai fogászati rendelőbe. Elmondása szerint nagyon elégedett az orvosok munkájával. Die ganze Ärzteteam ist so super. Du fühlst dich wie zu Hause. Zuerst bin ich gekommen nur zum Schauen, wie das ist, weil ich habe große Angst gehabt. Und vor 5 Monaten war ich dort zum Implantat setzen und jetzt bin ich das dritte Mal dort. Und ich hoffe, dass ich fertig bin. Szakál Tibor fogorvos leginkább angolul kommunikál a páciensekkel. Elmondta, a külföldiekkel való munka komoly szervezést igényel, és egy nagyobb csapat dolgozik a megfelelő ellátáson. Hogy igény van a szerbiai fogászati turizmusnak a szervezettebb megjelenésére. Ilyen irányba próbáljuk az egész irányítást megszervezni. Vajdaságban a lakosság csupán 40%-a mossa rendszeresen a fogát, derül ki a Batut közegészségügyi intézet adataiból. A felmérés szerint egyébként a nők, illetve a fiatalok sokkal több időt fordítanak a tisztálkodásra, mint a férfiak és az idősek. Hogyha kategorizáljuk, akkor lehet felosztani a fiatalokat a nagyon szorgalmasokra, és a közép szorgalmasokra, és a nem szorgalmasokra. Itt azok a nem szorgalmasokkal van gond, és ő belőlük van több. Ők csak akkor jönnek, hogyha fáj, és hogyha fáj, akkor viszont már nekünk sincs sok választásunk, tehát gondolok itt a legdrasztikusabb módra, ugye a foghúzásra. A fogorvosok szerint a megelőzésnek van a legnagyobb szerepe, és ezt rendszeres fogmosással, illetve legalább évi 2 ellenőrzéssel érhetjük el.